Jaj. Napot hoz, teszed fel? Majd igen. Nekem küldöd át. Szó se lehet róla. Miért küldöd át? Finom Kriszti. Finom Kriszti. Na, örülök neki. És neked? Nagyon finom. Nem finom? Nagyon finom. Tényleg jó. Jó volt a saláta is amúgy. Dia, neked jó? Uh-huh. Na. És Misikének is jó. Csak nagyon sós ez a üzlet. Sós. Te szereted a sós kajákat. Igen, de... nem úgy jó. Na, örülök neki akkor szépen. Galambok. Nem tudom. Be vannak szóval, nem? Nem hiszem. De, hát háról van. Akkor be vannak zárva, nehogy kiszökjenek. Ne. Mosolyogjál. Mit tettél bele? Hát a fagyitba. Mit tudtam belerakni? Most adta a néni az előbb, nem? Nem tudtam belerakni semmit. Nem a fagyitba. Nem is a hajadba. Gondolkozz egy kicsit. Hol voltunk nem olyan rég? Mit csináltál? Az étteremben. Mit csináltál? Hát nem vegás kaját kaptál. Dehogy is nem, hát éreztem volna te ide voltál. Hát ne legyél benne biztos. Ezt nem veszem be. Nem? Tudom, hogy éreztem volna az ítélet. Akkor nyújj majd a zsebembe, légy szíves, van valami itt, valami bizonyíték, hogy valami volt benne. De a zsebembe nyújj bele, légy szíves. Nem, a zsebedben van valami. Nincs zsebemben semmi, nézd meg, nincs semmi benne. De a zsebedben van nincs benne valami, semmi. Valami dög vagy légy. Esküszöm, hogy nincs semmi a zsebemben. De csak egy olyan állat. Valami... Hát látom, hogy itt dudorodik valami. Nézd már meg, légy szíves. Nem nyomod a fagyit a fej! Hát, dugd akkor a hátad meg én. Így jó? Igen. Tessék. Csak vedd ki azt a papírt. Ezt? Igen. Jó. Be van ott rajta valami karikázva. A zöld borsó krémbe pürésítettem neked egy kis bárányhúst. Azért nem érezted annyira az ízét rajta. Nem igaz. De igaz. Emlékszel, mikor azt mondtam, hogy elmegyek mosdóba? Na, akkor nem mosdóba mentem, hanem a pincérrel beszéltem. Nem. De igaz. De igaz. Nem. De bárányhúst ettél, amit még soha nem ettél, de most kipróbáltad, és íz lett. Nem? Na, ne szemetelj! Annak örül, hogy csak bárány volt, és nem egy pici kis borjú. Tedd el! Hogy mertél velem megetetni bárányhúst? Nehogy. Nagyon... nagyon erre a vega életmódra akarsz rászokni, és egy kicsit elég volt már belőle. Hánytosd meg magad. Minek? Hát jöjjön ki akkor legalább belőle, és nem lesz már benne. Hogy jönne már ki? 4 órája ettük, már a vékony belembe van. Hát én ezt nem tudom, nem tudhatom. Én nem vagyok ilyen filozófus. És komolyan megetetted velem? Igen. Esküszöl? Esküszöm. Az életemre? Nem etetted meg velem. Nyújj bele a másik zsebembe. Oda. Nyújj bele, nyugodt. A fagyit azt.
Eldugom így, jó? Jó lesz így? Na, az az igazi blokkunk. Akkor az mi? Hát itt van, hogy bárányborda. Na, amikor elmentem mosdóba, akkor nem mosdóba mentem, hanem a pincére, és kiáltam egy kamublokkot. Vagy. Láttad volna a fejedet, hogy mennyire elhitted, hogy bárányt tettél. Haj. Nem is tudom, mit csináltam volna, hogy mit csináltál? Nem tudom. Már majdnem sírok magadtam. Azt láttam. Az lett volna még az igazi. Nem tudnék megenni egy bárányt. Oh. De nyulat ettél már. Véletlen. Megijedtem. Mondtam már, ne félj, mi engem látsz, tudod. Egyed a fagyit. Ez nem a mi kocsinkám. De ki folyt a könnyen? Na, hogy köszönsz el a kamerától, Kriszti? Köszönöm. Hát akkor majd, ha lenyelted. Stop. Köszönöm szépen.